Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem pedig azt gondolom, egy országosan szeretett és ismert művésznő, Eszter Gályos Cecília. Imádlak, anyukám, így kell engem bekonferálni, hát, és már jó kedvem van. Ezt érdemled. Édes, drága vagy. Nézők nem tudják, hogy úgy szoktál fölhívni, hogy a halhatatlan művésznőt keresem, mert most már ugye a halhatatlan művész is. Igen, lettél. igen, az is. Egy ideje. Igen, az is, igen. Vagy Kossuth Díjas és igen. Minden. Köszönöm engem? Szépen azoknak, akik megszavaztak, és akik átadták, és elért igen, hozzá. Igen, mert ugye ezt a nézők szavazták meg. Igen, de a Kossuth Díjat is, akik kinhagytam a, na mindegy, a gyűrűket, nem baj. Tehát, hogy az emberek szeretetet, tehát, hogy ez visszaigazolja az emberek szeretetét és rajongását feléd. Persze, és még kérem őket, oda szabad beszélnem? Igen. Azt kérem, hogy most majd lesz a Prima Primissima díj. És hát annyira aktuális lennék már. Tudnék, nem sokára, 5 perc múlva, ha megérem, 80 leszek. Csók mindenkinek. Tehát elküldtük az üzenetet annak, akinek ez szól, így egyszerűen, szerényen. Igen, visszafogottam. Igen, egyébként erős akartalak kérdezni, hogy aki csak a színházakból és a televíziókból ismer, aznak nem nagy titkot árulunk, hogy te nem csak az életben vagy. Nem csak ott vagy olyan visszafogott hangú, hanem ugye az életben hát is. Hát természetesen. Hát miért játszani? Nem kerülne semmibe. Én szoktam nézni televíziót, tegnap este is néztem, és így beszél akárki. Annyira művelt, intelligens, hogy tulajdonképpen megrágja a szavak. De Istenem, van ilyen, van olyan, van amolyan. Tehát nem szereted azt, aki mondjuk a színházon kívül is színházat játszik? Nem szeretem. De nem szoktak megkérdezni, hogy szeretem vagy nem. Hát akkor szelektál az ember, és akkor azt az illetőt, amikor látom a tévében, akkor csak egy gomnyomás. És akkor már egy másik kollégát, kolléganőt nézhet. Nem baj, a kollégákat, kolléganőket szeretem, ha természetes. Nekem. Egyébként a pandémia után neked már most meg is volt az első bemutató. Igen. Tehát fejest ugrottál a munkában, igen. A Császár Morzs az Új Színházban. Igen, ami Dörner György rendezett, és sok nagy, 6-7 nő, egy férfi. Ez a kapcsolatunk. Egy nagyon jó darab, nem csak vígjáték, van benne minden, az élet. Uh-huh. 7 nő megeszi egymást, meg a férfit. Mert hogy is lenne más? Tehát az életről szól. Így van. Egyébként én, ahogy figyellek Gyurkovics téged... Gyurkovics Tibor darabja. Egyébként figyellek téged... Hosszú évtizedek óta, meg ugye az utóbbi években, te azért nagyon-nagyon sokat dolgozol, rengeteget. Egyik bemutatóból esel be a másikba. Igen. Tehát, igen. Hogy te még a mai napig is egy nagyon foglalkoztatott művésznő vagy. Hát hála Istennek. Nincsenek nyugdíjas évek. Nem szabad. Soha nem szabad abba hagyni. Ez így van. Aki, amit dolgozik, azt csinálja addig, ameddig... Ameddig bírod. Igen. De egyébként érzed, hogy fizikálisan is bírod? Hát minden reggel úgy, nem muszáj, minden reggel úgy ébredek föl, hogy tulajdonképpen nem tudok felkelni. Tehát ezt a többi öregnek mondom, a korombéli babanéninek, hogy ne essen kétségbe, tovább te is nehezen menni. Kelsz. Mi? Tehát te is nehezen kelsz. Borzalmas nehezen kelek. Nem, fölébredek, de a lábam, a kezem, a fülem, a mindenem fáj. Ne essünk kétségbe, van jó Isten, aki tovább visz az életben, ha az illető akar élni. Mert senkit nem szabad megerőszakolni azzal, hogy éljen vagy ne éljen. Egyébként nagyon jó kondiba vagy, beszélgessünk egy kicsit az orvosokról. Jaj, kérlek szépen, hát először is... Óriási köszönet az orvosoknak, hogy ezt a förtelmes betegséget megállították. Őrületes köszönet az országnak, hogy nálunk egyedül, mindig előre jövök, nem előnyös, hogy nálunk egyedül a világon
az oltathatja be magát, aki akarja. Nem kell várni, nem kell félni, hogy megkapja és meghal, mert borzalmas a betegség. Ordítok, bocsánat, vegyétek vissza a hangomat. Tehát, de hát te ilyen ezek a köszönetek. Na most vannak olyan orvosok, akikkel vagy a kolléganőimnek, vagy a ismerőseimnek kicsit meggyűlt a baja. Hát van olyan ismerősöm, akinek két platina műláb, nem műláb, szóval csípő protézis tettek be, és akkor elkezdett égni az egyik lába kívül, borzalmasan. Felhívta a kezelő orvosát, az kicsit kiabált vele, hogy most nem érek rá, és akkor megkeresett egy másik orvost. A föl szeretnék állni, föl lehet állni? Nyugodtan fölpattanhatsz, akár táncolhatok. Na, a következő volt, hogy elment az orvoshoz, az ismeretlen orvoshoz, de bement, és a következőt mondta, hogy én nekem, doktor úr drága, én nekem ég a lábam rettenetesen, mintha egy vasalót tettek volna a bőrömre. Hát na, a következőt mondom, ült az orvos, következőt mondom, nézzen le, ha vasalót lát, vegye le. Ha nem lát vasalót, akkor ne a elmegyógyintézet, ma már nincsen, de oda látogasson el, majd fölállt, és elindult, mert csak az egyik lába volt 10 centivel rövidebb. Ilyenek vannak, de... Volt még egy az eszembe, de azt most elfelejtettem, majd közben eszembe. Jó, jó, majd egy teljesen másik témánál. Én azt néztem, hogy rengeteg filmet forgattál, ugye már nagyon nem fiatalon. Nem forgattam rengeteget. Most van az életmű díj. A minden év, én nem kaptam, mert én 88-ban forgattam utoljára nagy filmet. De hát fiatalon rengeteget forgattam. Forgattam sokat, de életmű díjnak nem elegendő szerintem. Ja, tehát szerintem, hogy ahhoz ilyen 50 évet folyamatosan kell nem forgatni. Nem tudom, de hát azért az 40-50-et, ha tévével együtt, tévéjátékokkal együtt sokat forgattam. Hogy azt néztem, hogy te nyertél ugye nemzetközi díjat. És amikor fődíjat. És amikor ezt megnyerted? Legjobb női alakítás. Sanremóban. A boldog születésnapot Marilynnél. Azóta már volt egy ilyen film, de nem említették meg, hogy volt előtte egy nagyon sikeres film. Na, szóval, hogy akkor hogy fogadták itthon az ilyen díjat? Tehát, hogy odafigyelt rád a sajtó, vagy az akkori magyar filmgyártás, és kiemeltek? Persze. Esti hírlapban volt a halálhírek között. Itt egy ilyen picike kis hír, hogy Esztergom és Cecília Sanremóban a legjobb női alakítás díját megkapta. Ennyi volt. De hát ez nem kell, Istenem, így volt. És akkor volt még az ezüst Hugo díj, a vámmentes házasságért, az Amerikában van, azt nem is olvastam. Egyébként fiatalon inkább drámai szerepeket játszottál, aztán egy idő után, például mostában hihetetlenül sok komikus szerepet játszott. Hála az Istennek, hogy saját magunkat ki lehet figurázni. A drámát, annyi dráma van az életben, és volt az életben. Megmondom őszintén, én akkor vagyok boldog, ha a néző nem sír, hanem nevet. De most is játszom drámát, és most is játszom társadalmi drámát, és vígjátékot, mindenféle darabokat játszom. A Új Színházban 5 darabban vagyok, 5 darabot játszom a, fogom mondani, a József Attilában, Mici néni két élete, 2010-ben, december 11-én volt a bemutatója, és azóta játszunk, ebben a szezonban egyszer játszottuk, mert közben szólt ez a rohadt. De fogjátok még játszani? Hát állítólag igen. Hát nem lehet levenni, nem? Nem lehet jegyet rá kapni. Igen, nem tudják levenni. Igen, de én már ott nem vagyok, onnan el, idáig van a mondat. Onnan jó, értelek. Megkértek, hogy el. Na, tehát, innen... és most az Új Színházban vagyok 2015 óta, bocsánat, mert a József Attilában voltam 2005-től 2011-ig, míg megkértek, hogy el. Na most,
És, de az egész életemben voltak ilyenek, 89-ben megkértek, hogy adjam át a helyem. A Nemzetibe? Én nem mondtam, ki mondtuk? Én vállalom a felelősséget. Én vállalom. Persze, persze. De mit akartam mondani még, azt nem tudom. Hogy a Nemzeti Színházban ugye el kellett jönni. Nem, azt nem mondom el. Na, jó. Minek? Jó, nem. Nem, csak szépre és jóra emlékezni. Vagy hajlandó emlékezni. Igen, így van. Semmi. Mert akkor az így jobbá teszik a mindennapokat? Hát na, nem, majd eszem a kefét azért, hogy valaki, már régen nem is élnek, akik énekem betették tehát a deszkát. Te nem hordozol magadba sértettségeket. Dehogy nem, de pofán vágom az illetőt. Jó, meg majd megmondod azzal a kis visszafogottságoddal. Tehát soha verekedni nem tudtam, nem tudnék. Odaszólsz. Nem. Amikor ő tetű a színpadon, abban a pillanatban visszaadom, vagy kimegyünk és tisztázunk. Mert úgy nem lehet játszani, hogyha partnerek vagyunk és valami nem stimmel. Nem bírok. Mi lennél, hogyha újra kezdenéd ezt az egészet? Ha újra kezdenéd, szakember szeretnék lenni, nem mint színész, asztalos, bádogos, villanyszerelő, mi ez, ultrahang, ez nem jó, azt mondja, hogy micsoda, kőműves, mind megfizethetetlenek, ja, és nincsenek is. Igen. Tehát elromlik a villa, bum, lecsapja a áram, kész. Igen. Mit csinálsz? És mire jön szakember, addigra sötétségbe beburkolózom. De az semmi nem baj, mindenen megpróbál az ember. Víz, gáz, villanyszerelő, ács. Szobafestő, mázoló, mindennek le a kalapot, aki ezeket tudja. Mert akkor tud élni. Ja, tehát, hogy most így rájöttél több évtized után, hogy nem a művészet lenne, hanem valami kézzelfogható munkának lenne biztos, értelme. És milliárdos lennék. De a színészetet nem hagynám abba, mert színészkedni az életbe kell, főleg. Nem az, hát hogyne. Miért bemész egy üzletbe, nem azt mondod, várjál. Jó napot, hát most ugyan nem látszik, mert hoztuk ezt az álarcot, hordtuk, de rögtön siker mindenkinek ahova, mindenkinek belenéztem a falba, mindenkinek ajánlom, hogy jókedvűen menjen be bárhova, amikor el kell intézni valamit. Rögtön sikerülni fog. Tehát bemegy és azt mondja, kérek tíznek az Párizsit, 40-nek a izét, romlott. Lehet, hogy neked oktatnod kellene egy civil embereket arra, hogy kommunikáljanak, sikeresebbek. De hát vannak ezek a tanárok, akik sok pénzt keresnek vele, hála Istennek, de hát egy olyan ember... Kell, aki... Azt akartam megkérdezni. Nehogy kivágd ezeket. Dehogy vágom ki. Hát te így vagy szeretetül. Legalább mindenki tudja, aki hogy szeret, cili milyen. Az behagyja nyomva a televíziót. Aki nem szeret, ajánlom. Ne szenvedjen, puty! Már másra kapcsoljon. Soha a Facebookon van egy-két szemétláda, név nélkül természetesen, hogy nem szeretem. Hát akkor... Azt mondom, akkor ne kövessen, nem? Akkor egy ilyen nyomás, és soha nincs többen. Már ott. Na ennyi. Azt akarom kérdezni, hogy egyébként a kerám, a képzőművészet, igen. Az te találtad meg, vagy ő talált rád? Nem, az Isten adta nekem azt a lehetőséget, amikor a Familiának vége volt, 1999. február 2. Ó, de jó. Igen, Cirike tudja, de 2000-től nyomom az agyagot. Uh-huh. És kiderült, hogy jé, milyen ügyes vagyok, mondtam magamnak. És akkor ebben élek. Nagyon szeretem. Mert a pandémia alatt láttam, hogy szinte majdnem minden nap kitettél igen, valamit. Igen, rengeteget dolgoztam a próbák előtt. Tehát május 10-től próbáltam az új színházba, és előtte. Uh-huh. Na de visszatérve az, hogy senki ne aggódjon. 78, 79, 80, stb. Nem, ez! Akkor föl akar, nem tudom.
ne jegyünk meg. Mert ez természetes velejárója. Sajnos, igen. Az sajnos. Idősödésnek. Igen, az öregkornak. Uh-huh. Persze, ma mondj egyet, ami szép. Na, hát te szép vagy, Cili, nem, hát sugárzó. Örülni kell. Így kell elfogadni az életet. Fiatalon, így néz ki, most már nem tudom visszavenni. Na, tehát persze, de nem, ezzel nem kell szokták mondani, hogy te ilyen egyszemélyes színház vagy. A Kazimír Károly mondta, mielőtt szegény meghalt, én sokat találkoztam vele a valamelyik presszóban, ő volt az 68-ban, aki engem szerződtetett a Keres Emillel, a második diplomám után, a színművészeti főiskola után, a Tália Színházban. És ott voltam 17 évig tag, és hát imádtam őt, egy csoda ember volt, csoda rendező, csoda színházi ember. És akkor a legvégén, amikor találkoztunk, nem emlékszem már pontosan, hogy mikor halt meg, és akkor mondta, hogy Prüntyőkémnek hívott, Prüntyőkém magának egy személyes színházat kell szereznie, mert akkor boldog lesz az, aki bejön, és maga is ki lesz elégülve a színházzal. De hála Istennek azt mondhatom neked, hogy olyanokkal dolgozom, elmondom neked, tehát az Új Színház, a József Attila Színház, és a Körúti Színház, ahol a Galambos Zoli engem annyira szeret, 13-4 évvel ezelőtt fedezett engem fel, Kós János helyet kellett beugranom, mondtam, de ő férfi, nem baj. Tehát beugrottam. Te leszel. Igen, igen. És akkor ő szedte elő nekem 75 éves születésnapomra, nem, 70. születésnapomra a Mód és Heroldot, Lipták Péterrel, hogy ez egy csodálatos darab volt, Tolnai Klári játszotta a Madár Színházban. És ő ott dolgozott a Galambos Zoli, még más beosztásban. És ott ki volt a fiatal fiú a Madár Színházban? Gyabronka. És nagyon zseniális darab, és azzal 5 évig játszottuk. De most már nem akarom játszani, mert kinőttem belőle, tehát megöregedtem. Olyan szempontból, hogy fáj, hogyha bele kell esnem egy fiatal emberbe. Uh-huh. Tehát nem tudom úgy megjátszani, meg tudom játszani magam, hogy szerelmes vagyok, mert a lámpának elmondom, hogy szeretlek. És elhiszi, és jobban világít. De, és szebb lesz a sárgája a lámpának. Ez így van. Egyébként... De várjál, hogy és ott játszom 3-4 darabban, és utazom vidékre. Nem akarok utazni, mert már elég volt az utazásból, de ha így hozza a sors, nem baj. És gondolom, hogy a 80. születésnapomra a Zoli majd kitalál nekem valami darabot. Valami szuper darabot meg igen, fog rád találni. Igen. Egyébként te hogyan választod ki, hogy ki az, akit magadhoz közel engedsz emberileg? Hát téged például. De jó, hát hogy kell kiérdemelni. Hát egy hangon beszélünk. Aha. Egy húron pendülünk. Hát nem kell magyarázni. Ez olyan, mint egy házasság. Egy férj csak akkor jó, ha nem kell magyarázni neki, hogy jobbra át, balra át. Hanem már nem politikailag, nehogy azt higgye valaki. Vörös Sándornak van egy ilyen verse, jobbra át, balra át, temetjük a nagymamát. Egy írtó édes. Na jó, ne értse félre senki. Aha, tehát hogy az van, hogy neked azt kell hallani valakiben, hogy mondjuk hogy természetes? Nem, vagy? Nem. Hogy tehetséges. Aha. Akármiben. De emberileg, hogy kerül? Mert lehet, hogy valaki tehetséges, de nem. Azt mondta, hogy tehetséges, de emberileg nem szeretem. De olyan nincs. Aha. Nem lehet. Uh-huh. Nem lehet. Ha valaki tehetséges, akkor az egy őszinte ember. Uh-huh. Az egy őszinte, és nem játsza meg maga. Én nem bírom el. És például azoknak szoktál adni, mondjuk, tudom, mert ugye kiderült, hogy dolgoztunk együtt, igen, hogy mondjuk egy-két mondatos tanácsot, segítséget, akiben látsz valamit? Egyszer. Nem csinálja,
Soha többet. Isten őriz. Nem, mert ezt már éppen lenyilatkoztam, hogy én is voltam fiatal, és nem biztos, hogy egyetértettem azzal, aki idősebb színész azt mondta, hogy ne úgy gyere be, hanem úgy gyere be. De nem értettem vele egyet, de nem mertem neki mondani, úgyhogy akkor nem mondom, egyszer mondok. Ja, egyszer mondok, egyszer, és többet nem? Soha többet. De egyébként nem szoktak így megkeresni fiatalabb kollégák, hogy Cili, segítsél nem, már. Nem, hála Istennek nem. Ha egy darabba vagyok, akkor boldogam, mert akkor tudom, hogy miről van szó. De tanítottam két helyen is. Mind a két helyről menekültem. Következő volt, mert emlékeztem, hogy én is voltam, ugye, mint mondom, fiatal. Ja, nem tartod magad jó pedagógusnak? Vagy? Isteni pedagógusnak tartom magam, és lehetne tőlem tanulni, de ugye jön a fiatal diák, akit befizetett a papa, mama, nagyon drága pénzen. És akkor hogy mondd el neki, hogy nem, sajnos nem? Fölvetettem minden tévére, és CD-vel elküldtem a szülőknek. Júj, de rafkós hát, vagy! Persze! Hát mert ugye a gyerek nem tanul sem. Hát, de tessék nézni. Na, édes ez Zolika, műveli. Megtanultad a verset? Nem, mert a mamám felszívta a porszív... Felszívta a porcívóval a szöveget, és nem tudtam megtanulni. Jó van, drága. Na, hát a következőt üzenem a drága mamának, hogy Zolika azért nem tanulta meg, mert nem volt, hogy mit. Jó? Nagyon köszönöm. Hát otthon nyilván. Tudod, mit csípek benned, hogy neked még mindig van jövőképed? De, ja, ezt is akartam mondani, nincs. Pedig abszolút úgy beszélsz, hogy ezt várod, még ez fog jönni, az fog jönni, de mert... az, hogy mire készülök, tehát, hogy milyen szerepet szeretnék játszani, teljesen fölösleges, mert úgysem az lesz, de az egész életemben én, amit elképzeltem, abból semmi nem valósult meg, de ezt is... De ahhoz képest nagyon sok mindent elértél az életben. De azt is mondom neked, hogy a Jóisten... Úgy én nagyon hiszek benne, hogy nem adta meg. Uh-huh. Nem adta meg a gyereket, nem adta meg azt, hogy fölvesznek, hogy letesznek. Nem. Ezer olyan. Aha. Ezer olyan. De mert az élet máshol adott lehetőségeket. Máshol. És ha azokkal éltél mindig? És azzal, ha nem élsz, mert adok egy mentővet, ha nem kapaszkodsz bele, elsüllyedsz. Ezt mindenre érteni kell. Tehát, hogy például úgy vagy vele, hogy nem feltétlenül adja meg az élet azt, amire vágysz, hanem ad máshol is lehetőséget, viszont azokat meg kell ragadni, mert ha azt se ragadod meg, akkor... És de hát kéne lakatot tenni a számra. De hát nem tudsz. De tudok, csak nem esik jól. Hány helyen játszottam úgy, hogy mondtam, hát ez kizárt, ezt nem hiszem el. Mondtam az igazgatónak, hát ez... És neked kellett menni. Persze, mindig. Tehát segíteni akartál, hogy ezt nem kellene? Nem akartam segíteni, akkor... hanem azt mondtam, hogy ez borzalmas. És... Nem a Péter mondta neked, emlékszem, mondtad egyszer a kocsiba. Péter uram. Már annyiszor azt mondta, igen, a férjed, hogy Cilike, maradj csendben, nem kell elmondani a véleményed. Nem, hanem azt mondta, hogy hazamegyek, és na milyen volt, mondjuk bemutató meg ez, meg színházban voltam, hogy hány nem ágat vágtam ki magam alól, hanem a törzsét a fának. Hát mondom, vágtam. Vágtál rendesen. De, hát, ilyen vagy, de már nem. De igen, de nem jó. Nem jó. Nem jó. Jó, de figyelj, ahhoz képest én azt gondolom, hogy azért a te pályádat végignézve azért rengeteg színházfilm. De képzeld, hogy mi minden lett volna, ha nem vágnék beléd például. De akkor most nem te ülnél szembe, hanem egy másik ember. Na de már mióta vártunk arra, hogy jöhessen? Így van, mert ez a pandémia meg. Igen, de nem. Próbálsz meg. Veresegyházon játszottuk együtt a Hajszál hián Hollywood. És bementem, és tapsogott, és a többiek kérdezték azt, de nem kérdezted. Kedvesek voltak, hogy mit csinálsz? Hát az elmúlt 60 éven van meg. És az,
hogy megpróbáltam jó lenni. Igen. Nem jó magaviseletű. De tényleg akármerre megyek, hihetetlen szeretet vesz mert téged. Mert szerettem körül. Őket, míg szájba nem vágnak. Hát akkor fordulok és mentem el. Szóval is jön a nyár, akkor most tele lesz előadással? Nem, van 12. Az is mert az új színházal 4-et utazom, és maradt 8, az a körúti színházal utazom. Hú, az még, hogy megyek gombócból is sok? Nem, 3 hónap alatt nem sok, de sok kilométer. Az biztos. Mert 200 alá nem megyünk. Ezt begyűjtöd, bevonzod a távoli tájat. Hát ez van, mert oda is kell színház, és nagyon... Ott is látni akarnak téged. Igen. Hát ez jó. Hát az olyan szóval jó, nem még akkor... egyszer mondom, vége van már. De lassan végeztünk. De nem jut eszembe, hogy mert olyan... Jaj, megvan! Megvan. Mert ugye, ahogy öregszik az ember, tokásodik, megbővül, kibővül. Sajnos ezeket el fogom mondani. Ne vágj ki, mert kapsz egy kopot. Nem vágok ki semmit. És akkor mielőtt kezdődött a pandémia, láttam ezt, hogy ez nem úgy, nem én, mert akkor kiderül, és minden úgy. Igen. És akkor elmentem egy világhírű, nem mondom meg a nevét, mert nem is tudom. Csöndbe legyek, nem szabad megmondani a nevét, a fiatal emberhez, és mondta, hogy nagyon jó, megcsinálja természetesen, nem, pardon, tehát ezért jöttem, hogy ezt egy kicsit, hogyha meghúzná, nem így, hanem úgy, hogy nem látszik, de mégsem, amikor felvétel, akkor nem pulyka. Jó, mennyibe kerül, rendben van, és akkor mikorra tud beírni? Ez pandémia előtt volt. Azt mondta, hogy beírnám, de nem írom be. Mondom, miért? Mert nem csinálom meg. Mondom, miért? Mert öreg. Akkor kiknek csinálják ezt? Hát nem. Én szerintem most, hogy mentsem, én szerintem attól tartott, hogy ha elaltat, akkor ott maradok, és akkor az ő nyakán marad, a hogy Eszter Gályos Cecília meghalt az asztalán. És akkor mondtad, hogy jó, hát akkor de ezért kezdődik. De én szeretem, és szeretem. És megnézem, mert a fiatalokat csinálja, akik már a tulajdon... Ezt szoktam mondani, hogy amikor itt kis szakáll lesz, most már nincs, mert nektek le van borotválva mindent, tehát nem lehet észrevenni, de még a régi korban az volt, hogy itt kis szakáll lesz, akkor tovább ne húzza már, mert ez már popóluka. Na úgyhogy azért mondom, hogy igen, én szeretem azt mondani, ami a... szívemben van. Akkor legyen ez a zárszó, rendben. Reméljük, hogy az Eszter Gályos Cecíliát valamennyire be tudtuk mutatni. De egyébként azt gondolom, hogy rengeteg részt leforgathatnánk, és még mindig tudnál valamit mesélni nekünk. Örülök neked, örülök, hogy itt lehettem, és adhattam tanácsot egy pár csomó rengeteg embernek is, aki nem szeret, zárjon el engem. Így csinál. Köszönöm még egyszer, Cili, hogy eljöttél közénk ide Újpestre. Puszi. Kedves nézőink, ez volt a művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!